listavezető és még veretlen Kozár Mislány a sereghajtó és nyeretlen Szekszárdot fogadta, így a papírforma szerint a HR-rend Kozár Mislány torony magas esélyese volt a mérkőzésnek. Jól kezdődött a találkozó csapatunk számára, hiszen korán sikerült megszerezni a vezetést. Az 5. percben Nagy Krisztiántól kapta a labdát Vitrédi, Melle remekül átvette és a hálóba lőtt. Nem kellett sokat várni a második Mislányi gólra sem. A 9. percben Kirtner kapott remek átadást, ezt követően önzetlenül passzolt középre, ott érkezett Gránic és közelről a kapuba továbbított. A 2 gólos vezetés birtokában sem változott a játék képe, a vendégek megszánták saját térfelüket és próbáltak védekezni, de így is több komoly gólszerzési lehetőség adódott Németh Zsolt alakulata előtt. Gránic 2 alkalommal is nagy helyzetet puskázott el, de adódott lehetőség a társak előtt is. A 3. Kozár Mislányi gólra a 45. percig kellett várni, ekkor Nagy Krisztián Vitrédi, Nagy Krisztián volt a labda útja, végül utóbbi nagy erővel a jobb felső sarokba lőtt. Az első félidőben igazolódott a 2 csapat közötti tabellán elfoglalt helyezésbeli különbség, és a 3-0-es eredmény azt vetítette elő, hogy el is dőlt a 3 pont sorsa. Az 50. percben Vitrédi indította Nagy Krisztiánt, támadó kicselezte Mészárost, majd középre passzolt Gránichoz, aki elhibázta ugyan a lehetőséget, de a kapusról kipattanó labdára Kirtner lecsapott, elhúzta császár mellett és a kapuba gurított. Az 57. percben Vitrédi vette észre és hozta játékba a szélen felfutó Fenyvesit, aki egyből középre tekerte a labdát, Lauer pedig szép mozdulattal a kapuba fejelt, már is 4-0-át mutatott az eredményező. A 66. percben Vitrédi kényszerítőzött Nagy Krisztiánnal, amely után Vitrédi a kapusra vezette a labdát, elrúgta mellette, végül a középen érkező Lauer közelről juttatta a hálóba a játékszert. A nagy előny birtokában sem álltak le játékosaink, több szép, szemre tetszetős akciót vezettünk. A csereként beállt játékosok aktívan kivették a részüket ebből, Lauer a 2 gólja mellett kapufát is lőtt. Tóth Adrián is helyzetekbe került, igaz ekkor még kimaradtak a lehetőségei, egészen a 86. percig, ekkor kapott egy átadást, és egy védő szorításában a kiérkező császár mellett a hálóba lőtt, és alakította ki a 7-0-ast végeredményt. A Kozár Mislány a papírformának megfelelően magabiztosan gyűjtötte be a 3 pontot, és ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert. Ha csak a kihagyott, nagy helyzeteket nézzük, könnyen 2 számjegyű különbség alakulhatott volna ki, de így sem lehetünk elégedetlenek. Együttesünk remek hetet zárt, hiszen a Puskás Akadémia elleni bravúros győzelem után hozta a kötelező feladatot is. Hát azt gondolom, hogy a látottak azok magát értékeli, tehát ott van fönt, 7-0. Nincs miről beszélni. Hát ez jelenleg a 2 csapat közti különbséget pontosan megmutatta. Tehát nem is érzem túlzottnak az eredményt, abszolút. Ami meg kell mondanom nekem, mint edzőnek ilyet mondani, nagyon furcsa saját magamtól, de mi ennyire le vagyunk maradva. Egy olyan csapattól is, nem egy Kozár Mislánytól, hanem egy olyantól is, aki ennek a csoportnak a közepén. Tehát ezt, ha valaki itt volt, az látta. Tehát ez nagyon-nagyon hosszú út, és azt gondolom, hogy a minőség az iszonyú hiányzik ebből a csapatból. Tehát, és annélkül pedig nem lehet előrelépni. Szentlőrincen szerencsére ki tudtuk javítani a tavalyi 2 botlásunkat, amit elvettek tőlünk 4 pontot. Azt most sikerült megbosszulni, mondhatjuk. Kicsit revansot vettünk. Jól mentünk bele a meccsbe, ugyanúgy, mint most. A Kedit azt különveszem, az egy kicsit más tészta. De feltűnő, hogy jól kezdjük a mérkőzéseket, jól megyünk bele a meccsbe, helyzeteink vannak, türelmesebben játszunk. Mondhatni, hogy kezd összeállni a csapat, összeértünk, most azért már tavaly óta együtt játszunk. Szerencsére ez megmutatkozik most már a játékban is, meg az eredményekben is, de nem szabad egy pillanatra se átradőlni, mert akkor visszajára fordulhat az egész. Egy rossz meccs, aztán nem úgy alakult tovább, ahogy eddig. Meg kell ragadni a fonalat, amit sikerült elkapnunk, meg kell tartani minél tovább. Ennyi. A Keddiről pedig, hát igen, az első 4 óra 20 perc egy kicsit melegebb volt, de kis szerencsével átvészeltük, aztán utána fölvettük a játék ritmusát, és az a szép az egészben, hogy igazából mondhatjuk, hogy nem úgy nyertünk, hogy szerencsével legyőztünk egy magasabb osztálya, 2-vel magasabb osztálya játszva ellenfelet, hanem játékban is fölvettük velük, a versenypartiban voltunk, és így sikerült legyőznünk őket, úgyhogy ez mindenképpen örömteli. Mai mérkőzésről úgy álltunk hozzá szerencsére a keddi meccs után, hogy egy
pillanatig sem gondoltuk, hogy le kéne becsülni a Szekszárdot, azért már utolsó helyezettek, és pontjuk sem volt eddig, nehogy most törjön meg ez a rossz sorozatuk. Próbáltunk úgy készülni már kettő szerdától, hogy mindenki maximálisan erre a mérkőzésre, mindegy szoktunk, és mindig a következő meccsre foglalkozunk csak. Hát a mérkőzésen nagyon héten, hogy nyertük a mai mérkőzést. Inkább az egész hetet szeretném értékelni. Pénteken kezdtünk, múlt héten a Szent Törünc ellen nyertünk 3-0, kedden a Puskás Akadémia ellen 2-0, és ma a 7-0-ra zártuk ezt a hetet. Én azt mondom, hogy le a kalappal a játékosaim előtt, le a kalappal a közönség előtt. A célunk érdekében próbálunk minél jobban játszani, fejlődni továbbra is. Van még hova fejlődnünk, úgy gondolom. De ma bejutott, hogy a csapatom mind mentálisan, mind fizikálisan nagyon rendben van, és azt kell, hogy mondjam, hogy megérdemelten nyertünk meg a mai mérkőzést is, mind az előző kettőt is, és jövő héten vasárnap fogadjuk a Békéscsabát, várjuk ugyanis a továbbis a szurkolóinkat. Mint a tiszta víz, mint a friss kenyér, épp úgy kell, hogy mindig itt legyél, máskor és most összefogni még, egymásért és mis legyél. Mint a tiszta víz, mint a friss kenyér.